Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán. Bocsánat, hogy ilyen sokáig nem volt videó, de úgy minden így, nem is tudom, nem is az, hogy összejött, hanem nem volt kedvem. Nem fogom szépíteni a dolgokat, nem volt kedvem. Na, az a helyzet, hogy én most úgy döntöttem, hogy hajmosás után én ide leülök, és amíg szárad a hajam, addig mesélek nektek egy történetet. Vagyis következzen a Be Honest sorozatomnak egy újabb része. Na jó van, hogyha mindenki szépen elhelyezkedett, akkor szerintem kezdjünk is bele. Ez egy nem túl hosszú történet, azt se tudom már, hogy mikor történt, igazából nem hagyott bennem túl nagy és túl mély nyomot, csak azt gondoltam, hogy azért mégiscsak elmesélem, mert hogy ilyen is van, és ilyen is történt velem, és szerettem volna, hogyha ezt is át tudom nektek adni, vagy átadnám nektek ezt a tapasztalatot is. Nem tudok beszélni. Szóval, mint megszokhattuk, ugye szokásos helyzet, Tinder. Lehetne egyébként ennek a sorozatomnak ilyen Tinder randik sorozat a neve is, mert konkrétan majdhogy nem az összes ilyen ott megismert srácokkal van, tehát hogy értitek. Na mindegy. Szóval Tinder. Meccseltünk a sráccal, szintén. Szinte rögtön át is mentünk Facebookra, nagyon jókat beszélgettünk, tényleg annyira, neki annyira másfajta volt így a viselkedésmódja, a gondolkodásmódja, mint az akkori, vagy mint a mostani fiúknak, ahogy így észrevettem. Tehát ő tipikusan az a picikét régi módi és picikét mai stílusú ember. És ez nagyon tetszett benne egyébként, mert úgy vettem észre, hogy a különböző helyzetekben tudja, hogy hogyan kell viselkedni. És például velem nagyon kedves volt, szerintem őszinte is, akármennyire is csinált nekem rosszat, és emiatt egy picikét neheztelek rá, úgy gondolom, hogy teljes mértékben őszinte volt velem, amikor az elején meg így ismerkedésnél beszélgettünk, meg minden. És nem hiszem azt, hogy hazudott volna nekem, mert hát mi a francnak, tehát igen. Úgy volt az egész, hogy beszéltük, hogy kéne találkoznunk. Nem sok idő után egyébként beszéltük ezt, és úgy beszéltük meg, hogy amikor beszéltük, nagyon sokat beszéltük, szó, bocsánat, arra két hétre rá találkozzunk. Ez egy pénteki nap volt, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy addig még el kell intéznie dolgokat, meg blablabla, bla, bla, meg izé, tehát ilyen normális egyébként, ilyen nagyon normális randira vitt engem. Ez majd egy kicsit később jön, most folytassuk is, tehát ebben a két hétben folyamatosan beszélgettünk, nem is tudom, tényleg így a napokat, tehát reggeltől estig beszélgettünk, volt, hogy este órákat beszélgettünk messenger hívásban, volt olyan, hogy nem tudom, este 10-től hajnali 4-ig beszélgettünk, és nagyon jó volt, és annyira erős személyiségnek tartom őt, és annyira határozott volt, vicces is közben, meg volt a saját véleménye. Tényleg, én nagyon-nagyon megkedveltem, nagyon rövid idő alatt, igen. Illetve külsőre is nagyon az én esetem volt, az én típusom, és már nincsen konkrét típusom nyilván, de olyan fajta, akint tudjátok, megakad így a szemem az utcán is. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, nagyon sok közös volt bennünk, de volt bennünk egyébként különbözőségek, tehát úgy pont jó volt az egész. Aztán találkoztunk. Ez a találkozó úgy nézett ki, hogy találkoztunk egy központi helyen nyilván, és képzeljétek el, legelső randira, amit konkrétan meg volt beszélve, hogy randi, mert hogy mostanában az emberek nem szoktak így nagyon mondogatni, hogy akkor randizzunk meg, hogy ez akkor randi, meg nem szokták ezt a szót alapból használni. Köztünk meg ez így konkrétan meg volt beszélve, hogy akkor ez egy randi. Szóval nagyon örültem neki, és nem is tudom, hogy hol tartottam, bocsánat, közben technikai gondokba ütköztem, mert elment a fényem. Na mindegy, megoldottam. Szóval első randinak, képzeljétek el, vacsorázni vitt.
Hát én odáig voltam egyébként. Tehát engem soha nem vitt egyik srác se vacsorázni. Kajálni már igen, tudjátok, ilyen kínaiba, csak úgy gyorsan ilyen volt. Csak olyan még nem volt, hogy konkrétan vacsorázni vittek. És egy konkrét étterembe. Hát úgy volt, hogy előtte találkoztunk, dumáltunk, sétáltunk, és még mielőtt találkoztunk volna, ugye az előtte való pár napban megkérdezte, hogy nem-e baj, hogyha összefutunk a legjobb barátjával, mert ő pécsi, és hogy nem sokat látja, mert egyébként a srác nem pécsi. És hát mondtam, hogy hát jó van, pusunk össze vele. Most mit tudjak már erre mondani, tehát igen. És összefutottunk vele, na most ebben az volt a problém, hogy arra kb. Fél órára, mert körülbelül fél órát volt velünk a csaj egyébként, lány. Arra a fél órára én úgy kb. Úgy nem voltam. Tehát, hogy én egy ilyen a harmadik kerék voltam, egy ilyen felesleges harmadik. És mondjuk ez egy kicsit furi volt, meg minden, de mindegy. Gondoltam, hogy hát nyilván rég látták egymást, és hogy szeretnék egymásnak így mesélni, vagy nem tudom, hát mondom, hagyom őket a francba, tehát hogy csinálják nyugodtan. Én ezt megvárom. És meg is vártam, leszakadt tőlünk a csaj, mi elmentünk kajálni, tök jókat beszélgettünk közben is, nagyon jó volt, aztán elmentünk megint sétálni, tényleg nagyon jól éreztem magamat. Aztán elmentünk egy beülős helyre, mert volt még idő a buszig, az ő buszáig, az ő utolsó buszáig volt még idő, és ott meghívtam egy sörre, mert hogy azért, na, azért mégiscsak úgy, vagy borra, nem, sörre hívtam meg, hogy azért mégiscsak valahogy kompenzáljam azt, hogy végül is, tudjátok, na. És akkor ott a helyen megcsókolt, és nagyon jó volt, alig bírtuk abba hagyni, hát mondtam neki, hogy már megy a buszot, szóval menni kéne. És aztán elbúcsúzásnál is csókkal köszöntünk el, és hazamentünk. Aztán aznap még írt egy csomót, hogy hát most itt van, most ez van, meg most izé, nem, meg nem aludt, meg ekkor ért haza, meg mit tudom, képeket is küldött, meg minden, mit tudom én mi. És ez tök jó volt, és akkor így egy pár napig még így beszélgettünk, terveztük, hogy majd még találkozunk, mert hogy mindkettőnknek bejött a másik, meg ilyenre számítottunk, meg tök jó volt tényleg, mindkettőnk jól éreztük magunkat. Aztán így volt egyszer egy olyan eset, hogy szintén továbbra is ugye messenger hívást hoztunk, meg minden, és volt egyszer egy olyan este, amikor messenger hívásban voltunk, és valahogyan, ja igen, az, hogy mikor tudunk majd találkozni, mert hogy ő valamelyik nap nem tud, mert hogy akkor jön Pécsre, és találkozik megint ezzel a legjobb barátnőjével, és akkor onnan jött az, hogy észrevette rajtam, hogy mondta, hogy reméli, nem baj, meg mit tudom én, és akkor mondtam, hogy hát nem baj. És akkor szerintem ezt így furán mondtam, és lehetséges egyébként, hogy tényleg furán mondtam. Ha így is van, akkor nem direkt. Bocsánat. És mivel én egy rohadt őszinte ember vagyok, ő megkérdezte, hogy mi van, meg hogy baj-e, hogy ő vele találkozik, meg hogy baj-e, hogy a lő a legjobb, meg ilyeneket mondott nekem. Na és én rohadtul őszinte voltam, mondom, egyáltalán nem baj, de hogy neki volt egy olyan kijelentése, hogy szerinte fiú és lány között nincsen barátság, csak akkor, hogyha az egyik fél biztosan vonzódik a másikhoz. Tehát igen, ez még az elején volt egy ilyen kijelentése, és én figyelek, én értelmezem a dolgokat, én megjegyzem a dolgokat, és az a helyzet, hogy fura volt már alapból, hogy így egy lány a legjobb barát. Hogyha valamikor te kijelentesz valamit, amiben te szentül hiszel, hogy az bizony így van, és hogy biztos, hogy nincsen például fiú-lány között barátság, nem lehetséges, akkor miért mondod azt, hogy
hogy de pedig ő tényleg csak barát. Tehát, hogy akkor miért nem fogadod el azt, hogy de bizony van fiú és lány között barátság, és miért kell folyton mondogatni, hogy pedig nincs, miközben van, és neki is van. És lehet, hogy de ezen nem kaptam én föl magam, én csak elmagyaráztam neki, hogy meg megkérdeztem, hogy akkor ezt így most akkor, hogyha mégiscsak van barátja, lánybarátja, legjobb barátja, akkor nem mondja már azt, hogy nincsen fiú és lány között barátság. Mert ütköznek a szavai a tetteivel. És én ezen nem, egyáltalán nem akadtam ki, tehát én csak válaszoltam a kérdésére, mert én olyan kurva őszinte ember vagyok, és hogy ez kibaszottul nagy baj, amikor én őszinte vagyok, és én megmondom azt, ami van. Pedig elméletileg az emberek ezt szeretik, és hogy mennyire sokan hazudnak a másiknak, meg hogy mindenki hazudik nekem, meg minden, amikor meg valaki őszinte, akkor meg az a baj. Tehát én kérek elnézést, akkor nem szólok egy árva szót se, és nem leszek se őszinte, se hazug. Tehát... Na. És igazából teljesen jól reagálta le a srác a helyzetet, elmagyarázta nekem, hogy jó, elmondta nekem, hogy jó, igazam van, akkor ezt így máskor nem fogja kijelenteni, mert hogy ők tényleg barátok, persze régebben volt egy kis vonzalom, meg mit tudjam én, de hogy azt már megbeszéltük, meg minden, és akkor igazából ott így kicsit elvetettem a súlykot, mert akkor így kérdezősködtem, hogy biztos vagy te abban, hogy ez már egy lezárt dolog? Azt mondja, hogy igen, hát a lánynak barátja van, meg minden. Hát mondom, és ez kit érdekel? Most, hogyha például nekem megtetszik egy srác, aztán oda megyek hozzá, és megpróbálok mondjuk nyomulni, vagy valami, és aztán kiderül, hogy van barátnője, attól még az én érzéseim iránta, mármint az, hogy tetszik, nem fog megváltozni. Szóval, na, mindegy. És nem tudom, hogy mennyire értitek-e egyébként, én próbálom nektek elmagyarázni az én szemszögemből a dolgokat, és hogy én mit miért mondtam, és hasonlók. És lehet velem vitatkozni, megint csak azt mondom, de meggyőzni nem lehet az ellenkezőjéről. Na mindegy. És szerintem ez volt az a pont egyébként, ahol mondjuk úgy, hogy elszúrtam, mert azt hiszem rá egy-két napra, hát rám ért, beszélgettünk, láttam, hogy nincs valami jó kedve, hát mondom, mi van veled, meg mi történt, azt mondja, hogy elege van már abból, hogy mindenkinek, hogy neki mindig a másik problémájával kell foglalkozni, mert mit tudjam én, és hogy igen, ez egy másik fajta, akárki XY, akit én nem ismertem, de hogy neki van egy ilyen oldala is, hát mondom, tök jó, mert mindenkinek van egy rosszabb oldala, mondom, jó van, nem csináltam belőle nagy ügyet, nem is nagyon érdekelt. Mindenkinek lehet ugye szar napja, szar időszaka. Igen, de hát azért mondjuk nem kéne a másikat így elhussolni, na mindegy. Én nagyon hirtelen jött ez az egész, nagyon hirtelen mondta ezeket a dolgokat, vagy ezt a dolgot. Azt mondta nekem, hogy ő neki gondolkodnia kell egy kicsit, és egyedül kell lennie, hogy gondolkodhasson, mert hogy ő most nem tudja, hogy mit akar. Há, mondom, tököm, még egy ilyen, komolyan. Még egyet. Mindig én fogom ki ezeket a gyökereket egyébként, akik soha nem tudják, hogy mit akarnak. Meg mindig ezzel jönnek nekem, hogy ő nem tudja, hogy mit akar. Valami eredetibet nem lehetne már kitalálni. Mert ez már kurvára unalmas amúgy, rohadtul. És azt mondta, hogy alszik rá egyet, mert hogy nem tudja, hogy hogyan folytatódjon, vagy hogy folytatódjon ez a dolog kettőnk között, és úgyhogy alszik rá egyet, úgyhogy majd holnap ír, meg mit tudjam én. Hát mondom, oké, aznap ugye nem írtam rá, meg mondtam, hogy rendben, megértem, blabla. Persze közben már telefonáltam barátnőmnek, hogy te hallod, milyen gyökeret találtam már megint. És aztán az volt, hogy másnap írt nekem, és egy ilyen messenger viszonylagban mutatom, egy körülbelül ugye itt a telefon, egy ilyen ennyi üzenetet írt nekem, egy ilyen kis kockába, egy ilyen ennyi kép, hogy jó reggelt, így kezdte,
és azt írta, hogy hát most nehéz időszakát, tehát ugyanazt elmondta, amit előző nap elmondott, ő most rossz időszakát éli, sok mindenkivel kell foglalkoznia, nem akar engem nem akar engem áltatni, és ezért inkább most mondja el, és most mondja azt, hogy legyen ez így annyi, mert hogy neki most tök sok dolga van, meg tényleg nem tudja, mit akar, nem tudja, merre tart az élete, nincsen munkája jelenleg, és most emiatt is ideges, és nem tudna megfelelően gondoskodni, vagy nem is tudom, mit mondott, megfelelően elkényeztetni egy lányt, vagy nem is tudom, valami ilyesmit mondott, meg hogy nincs pénze randizni, mondom, ki a franc kért meg, hogy ezt meg azt vegyed meg, meg ide meg oda menjél, meg vigyél, meg mit tudjam én, meg hát... Na mindegy, és hogy szerinte ezt így hagyjuk annyiban. Annyira felcsesztem magam, hogy megint hívtam barátnőmet, hogy te ide figyelj, hallod. Hát megint mekkora genyót sikerült kifognom. És ugye nem hiszem el, hogy egyszerűen nem találok egy normális embert. Nem is az, hogy férfit nem találok. Férfit ugyan már. Fiút nem találok, se férfit, se senkit, de még egy normális embert se, hát lesz majd egy videó majd a barátságról is. Tehát igen, hasonló szituban vagyok egyébként jelenleg a barátokkal, mint a pasikkal. Tehát az a lényeg, hogy egy sincs, tehát ezt így tisztázzuk le. De mindegy, nem annyira fontos, csak egyszerűen nem hiszem el, hogy sehol nem lehet találni, pedig mennyi ember él ezen a világon? Tehát voltam Angliában, és ott sincsenek normálisak. Sehol nincsenek. Mármint tényleg nincsenek. Tököm. Na mindegy, tehát az lett a vége az egész történetnek, gyerekek, hogy én nem írtam neki vissza. És azóta se beszéltünk, és ez jó, de jó ideje egyébként. És így kb. Így úgy vagyok vele, hogy hát így döntöttél, hát leszarom magasról. Te bajod. Tehát ő gondja az egész. Én tudom, hogy én mennyit érek, tisztában vagyok a hibáimmal, tisztában vagyok az előnyeimmel, a mindenemmel tisztában vagyok, és... Nem gondolom azt, hogy én egy olyan kurvára elcseszett ember lennék, mint azok, akikkel így összehoz a sors. Szóval én itt nagyon nem illek ide. Hát így ebbe a környezetbe, amiket így sikerül kerítenem magam köré, és nem tudom, hogy mi van. Tehát, hogy esküszöm, most már csak azért fogok ismerkedni, hogy nektek csinálhassam ezeket a csodálatosan gyönyörű szívhez szóló, kurva szép, kurva idegesítő videókat. Arról meg ne is beszéljünk, hogy nem régen megtörtént az, ami velem még soha nem fordult elő. Tinderen meccseltem egy sráccal, és rám írt, és annyit írt rám, hogy hello sex. Annyira felcsesztem magamat amúgy. Tehát, hogy még egy kurva szép mondatot sem írna, hogy esetleg, hogyha, jó, még akkor sem gondolnám meg, hogyha olyan rohadt szép mondatot írna, de ennyi. Tehát, hogy még ez a felhívás is már csak egy darab szóból áll. Mert ennyire lusták kiírni, hogy nem tudom, kurva szép a szemet, hadd dugjalak meg. Vagy valami. Na. Ez csak egy ilyen mellékes volt. Gondoltam, elmondom. Szóval igen, elnézést, hogy ebben a videóban folyamatosan birizgáltam a hajamat, de nem akartam, hogy úgy száradjon meg, hogy kószosan, ezért kellett egy kicsit így birizgálgatnom, meg ilyesmi. Szóval igen, ez történt velem, mármint ez is, és még mindig van kapásból két sztori, amit el tudnék mesélni, fast 2, legalább 6. Úgyhogy igen, hogyha van valamilyen észrevételetek, tanácsotok, hozzászólásotok, esetleg ti is felbasztátok magatokat, mint ahogy én, nyugodtan fejtsétek ki kommentben. Én nem szabom meg, hogy milyen szavakat használtok, ti higgyétek el, leszarom. Mármint, hogy én is eléggé csúnyán beszélek így az utóbbi időben a csatornámon. Elnézést kérek ezért, és ezt minden videóban el fogom egyébként mondani, mert ahogy észrevettem, elég sok videóban, bocsánatot kérek a csúnya beszédemért, de ilyenkor annyira
annyira felgyülemlik bennem minden harag, hogy egyszerűen nem tudom magamat visszafogni. Ennyi volt ez a történet, és remélem azért tetszett nektek a videó. Találkozunk a következőben is, sziasztok!